A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. A mostani sorozatunkban pedig a Székesfehérvári képviselőtestület tagjaival beszélgetünk. Stúdiónk vendége ezúttal Rédei Norbert, a Fehérvári ellenzék frakciójának tagja. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm a kedves nézőket én is, és köszönöm a meghívást. Ugye akik követik a fehérvári közéletek, azok tisztában vannak azzal, hogy ön a Momentum képviselőjeként került be a közgyűlésbe, Barlabás András lemondását, visszalépését követően választották meg a jelölő szervezetek önt. Miért tartotta fontosnak, hogy egyáltalán a közélettel foglalkozzon? Honnan jött ez az érdeklődés? Hasonlónak mondanám, mint amit mondjuk a fiatal Orbán Viktor megfogalmazott, hogy ez a hatalom, az volt az érzésem, hogy nem hajlandó a párbeszédre, és ahogy ő fogalmazott, a társadalmi indulatokat civil polgár módjára lehetetlenné teszik, hogy megéljük, és én azt éreztem akkor, hogy ebből adódó frusztrációimat akkor azt úgy fogom levezetni, hogy csatlakozok egy számomra egy ilyen szimpatikusnak vélt szervezethez. És ez volt a Momentum. Amit említett, hogy a civilként élte meg, mennyire volt ez mondjuk mozgatórugó, hogy a kezdeti induláskor azért nagyon sok civil akciót karolt föl a Momentum? A Nolimpia az már szimpatikus volt. Én egyébként bodajki származású vagyok, ott volt a nyitásfesztivál, amire nem tudtam elmenni egy ilyen egészségügyi sérülés miatt eltörtem a lábujjamat, ilyen komikus, de így elkerültük egymást egy nagyon nagy közelségben, és legkésőbb utána a 2018-as kampányban találkoztam momentumosokkal, és akkor egy ilyen pultozós kitelepülésnél azóta már számtalan ilyet szerveztem én is, ugye momentumosként, hogy ott tudtunk beszélgetni az akkori tagokkal, és hát az volt egy ilyen csatlakozási pont. Aztán a választáson meg is mérettette magát Palotavárosban, hogyha jól emlékszem. Igen, hát nem a legkönnyebb körzet volt, finoman szólva sem. A nagyon jó tapasztalatszerzés volt, tudtam beszélgetni a palotavárosiakkal, megismerhettem az ő általuk vett problémákat, azért szavazatokat is sikerült szerezni, de hát azért mégiscsak sokszor szembe jött az, hogy Farkas Lászlót szeretik, úgy érzik az emberek, hogy ő képviselni tudja őket, de egy kezdésnek szerintem jó volt. A tapasztalatszerzés mégis milyen tapasztalatokat szerzett ott? Kommunikáció, türelem, a négy emeleteseknek a megmászása az testi fizikai tapasztalatokkal is jár egy kampányban. Kommunikáció, tehát eléggé sokrétű ez a politika, hibrid pálya. Ön ugye a legfiatalabb tagja jelen pillanatban a képviselőtestületnek, hiszen, hogyha jól tudom, akkor 23 éves. Már 24 éves. Ettől függetlenül a legfiatalabb tagja a képviselőtestületnek. Ennek a ténynek van-e önmagán túlmutató jelentősége? Jelent-e ez más szemléletet? Hogyan éli meg ezt? Én szeretném, hogy legyen. Tehát, hogyha már azt sikerült elérni, hogy innentől mindkét politikai blokknak belső elvárása lesz az, hogy kettessel kezdődő életkorú embert jelöljenek, akkor azt már sikernek élem meg, hogy így alakult ez a történet. De számtalan olyan probléma van, nem feltétlenül önkormányzatra tartozó, de hogy mégiscsak politizálunk, politikusok vagyunk, ami a generációmat érinti, ami az eddigi generációkat nem érintette. Médiafogyasztási szokásoknak az átalakulása, például depresszió, olyan munkahelyek jelennek meg tömegszámban, amiben az emberek, fiatalok nem tudják azt a hozzáadott értékérzetet érezni, amit kiégnek. Tehát ezekkel a kérdésekkel politikusként foglalkoznunk kell nekünk. Gondolom a jobb oldalon is terveznek ilyet, bár inkább ilyen Rákai Filip imitációkat látok a fideszes korosztálybeli politikus társaimtól. Szóval ezeket mindenképpen a Momentumnak fel kell vennie, nekem is fel kell majd vennem a helyi vonatkozásait, tehát hogy azért Székesfehérváron
vagyunk, de hogy a globális folyamatoknak a végén vagyunk, nem tudunk egy vatikánszerű buborékot képezni Európa térképén, és akkor ezeket megkerülni. Igyekszem. Mi az, amit mondjuk a saját pártjában, vagy a frakciójában, vagy akár a képviselőtestületben prioritásként kezel, témaként? Mik azok, amik az ön számára fontosak? Ugye említette most ezt a fiatalokat érintő, a generációt sújtó problémát, de nyilván vannak még ilyen területek, amiket a szívén visel. Igen. Ami szerintem egy ilyen fájdalmasan keveset tematizált kérdés az ellenzéki térfélen, az a lakhatás egyértelműen, tehát az, hogy a fiatalok most számolgatnak, akkor hitelképességet szerezni és évtizedes munka lehet középosztálybeli munkahelyeken, nem beszélve azokról az alulfinanszírozott munkahelyekről, amik azért tömegszámba ott vannak, pedagógusok például. Az ő kérdésük fontos, viszont város szempontból azt is látnunk kell most, és most próbálunk méltányosak lenni a városvezetéssel, hogy nem azt az időszakot éljük gazdaságilag, amikor hatalmas, óriás beruházások fognak most következni az következő évtizedben. Azt is látnunk kell, amikor ilyen politikai kérdéseket feszegetünk, hogy van ez az új konstrukció, ugye Lázár János miniszter úr minden fejlesztési szándékot visszautasít az önkormányzatok felé, kb. Én ezt látom funkciójának, és hogy nem tudunk nagy megoldásokba gondolkodni, tehát hogy kisebb ezeknek a problémáknak a feltárására, meg az elmélyítésére kisebb vagyoni kerettel kell majd megfognunk, meg gondolkoznunk esetleg. Azért Fehérvár szempontjából elmondhatjuk azt, hogy itt van egyfajta más törekvés a városban. Vannak jelenleg is zajló felújítások, és nyilván van, akár csak az iskola felújítási programra gondolunk, azért a város önerejéből is megvalósuló fejlesztések. Hát kár lenne tagadni. Ez egy jó irány, tehát ezeket kell priorizálni továbbra is. Hogyha megnézzük például a város honlapján egyébként elérhető fenntarthatósági fejlesztési stratégiához kapcsolódó kutatást, ott elég szépen kijött, hogy a fehérváriak leginkább, azt hiszem, 75%-ban hiányolják a közszolgáltatásoknak a minőségét, mint prioritást, tehát a oktatási infrastruktúra, a szociális ellátás, mögötte ugye ott van szorosan 60% körül a tömegközlekedésnek a helyzete, tehát ezekben a kérdésekben kell nekünk is, mint Momentum, mint ellenzék, majd javaslatokat letenni az asztalra, és majd hogy most már lassan a nyakunkon lieg a kampány, tehát ezekben a témákban kell szerintem olyan üzeneteket megfogalmazni, amivel majd el tudjuk nyerni a fehérváriak bizalmát. Ugye a képviselőtestületről már szót ejtettünk, hogy a legfiatalabb tagja, de milyen feladatokat lát el? Én vagyok a közlekedési ügyekért felelős tanácsnok, most nyilván a városnak olyan a helyzete, hogy nem fog leesni egy intermodális csomópont holnapra. Ahogy már felvezettem, okos megoldásokban kell gondolkodni, lámpáknál visszaszámláló, ilyen lehet, akár egy kisebb körforgalom kialakítás önerőből, ilyen lehet. Itt most ez egy olyan téma Fehérváron, amihez érzékenyen kell hozzáérni, tehát hagyni kell a szakembereket dolgozni. A másik terület, ahol még humánbizottsági tag vagyok is, nem egy humán, tehát humán beállítottságú ember vagyok, a privát életben rengeteget olvasok, fogyasztok magyar kultúrát, nézek magyar filmet, egyebek, de hogy én egy reál munka... Alapvetően informatikus. Igen, mondjuk ki. Informatikus vagyok, tehát egy reál munka vagyok, és inkább tanulni járok abban a bizottságban, megismerni azt, hogy mondjuk a könyvtárnak, mondjuk a szociális intézményeinknek milyen jellegű problémái vannak, és akkor ezeket ez alatt az ilyen töredékciklus alatt próbálom elsajátítani, megtanulni. Említette, hogy töredékciklus, ez nyilván jelent egyfajta kihívást is az ön számára, ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy egy tanulópálya? Tanulópályának pont tökéletes, és az ennek a ciklusnak még a túlütője, hogy úgy töredékciklus, hogy a kampány az én töredék részembe kerül. Hát ott majd nyilván egyéb jellegű kihívások is csatlakoznak majd a meglévőekhez. Mi a tapasztalata, milyen az együttműködés az ellenzéki frakción belül? Mennyire tudnak együtt dolgozni? Unalmas választ tudok erre adni, hogy jó, de amikor én kezdtem eddig bármikor munkahelyeimen, akkor mindig befogadó közösségekre lehettem, mindig szakmai alapon tudtunk együtt dolgozni, tehát az ellenzéki frakció sem eltérő ilyen szempontban. Gondolta azt, hogy egyébként nem ön lesz majd a legfiatalabb tagja az ellenzéki frakciónak, már amennyiben ugye most a frakción belüli átalakításról, hogyha beszélhetünk?
Már, ja, hogy nem én leszek. Igen, aki a csatlakozás szempontjából legfiatalabb tag, így gondoltam. Igen. Most akkor hát, igen, de hát ezt nem gondoltam volna, ez egy meglepetésként ért, hogy Rászai Földi Judit országgyűlési képviselő lett. Jó munkát kívántunk neki, én vele is együtt tudtam dolgozni. És nyilván Pintérné Varga Anna Máriával is együtt dolgozik. Igen. Csak ez egy ilyen érdekes helyzet volt, hogyha már itt a töredék igen. időszakot említettük. És most még nehezebb helyzetben van, mert még jobban ketyeg az óra. Elfogadták ugye a költségvetést, ez is a beszélgetésünk egyik apropója volt. Ön hogy látja, milyen ez a költségvetés, illetve lenne hangsúly, amit máshova helyezne? Igen, tehát azt elmondtuk, hogy próbálunk méltányosak lenni, és most nem ütni az asztalt az ilyen nagy fejlesztések kapcsán, mint mondjuk a Mártonland képviselő úrnak van a diagnosztikai központja, tehát látjuk mi is azt, hogy itt posták nyitva tartásáért megy a küzdelem. Próbáltunk korrektek lenni, mégis jelezve volt a költségvetés elején, hogy itt azért megszorításokra, prioritás áthelyezésekre lesz szó. Nem akarom sportellenesnek tűni, de hogy láttam olyan helyzeteket, ahol egyesületek duplázni tudtak, és láttam olyan helyzeteket, ami kapcsán fel is szólaltam, hogy mondjuk a klímavédelmi alap úgy feleződött, a lakásvásárlási alapot is megvágta például az önkormányzat, tehát azt el tudom fogadni, hogy máshova tesszük a prioritásokat, de akkor tényleg tegyük olyan helyekre, amik mondjuk most ebben a nehéz helyzetben prioritás kell, hogy élvezzenek. Hova tenni a hangsúlyokat, akkor mik lennének ezek a területek? A klímavédelem, hogy említette a lakás kérdéskör? Igen, szociális átás, tehát azért városvezetés szempontjából nincs nehéz helyzetben az ember, tehát valószínű, hogy ezek az intézmények azért a háttérben jönnek oda, és mondják, hogy nekik mire lenne igényük, tehát ezekre a szerkesztőasszony által felsoroltakra például lehetne. De még, hogyha most itt lenne előttem az a nagyon hosszú táblázat, akkor tudnék mutogatni. Nem árulok zsákba macskát, hogy én hova tenném. Az elmúlt, vagy az elkövetkező időszak milyen kihívásokat tartogat ön szerint? Kicsit tág megfogalmazás, tehát globális viszonylatban, népszerzetes viszonylatban, lokális viszonylatban, igen, lokális viszonylatot vegyük inkább. Én azt látom, hogy egyre többször kerül olyan helyzetbe Székesfehérvár, amikor nem az a kérdés, hogy nyújtózkodunk, hanem hogy milyen területekről vonulunk vissza, milyen területekről pattanunk le, és ez nyilván egy sok globális folyamatnak a vége. Kis jöttünk a Covid-ból, megyünk bele a következő válságba, és utána azért, ha merhetek jósolni, nem jósolok azért sok jót, tehát a globális válságoknak elég komoly lenyomata van lokális viszonylatban. Ezekkel a válságokkal kell megküzdeni, majd lobbizni, tehát nem lenne rossz mondjuk, hogyha a szolidaritási hozzájárulási adót úgy revizionálna a kormány. Tehát szép dolog volt az adósságkonszolidáció, de hogy már kezd fájni szerintem Székesfehérvárnak az az összeg, amit újra meg újra befizetünk. Hogyha így az elkövetkező időszakra nézünk, akkor milyen személyes tervei vannak így végezetül? Műsorunk végén, hogyha ezt ismertetné. Nekem egy ilyen generációs felelősségem bevonni minél több fiatalt a helyi közéletbe, megkeresni azokat a hozzám hasonló gondolkodású fiatalokat, akik amúgy jelen vannak a közéletben, csak most nem így in person, hanem mondjuk online érik meg a frusztrációikat. A Momentum ehhez mondjuk úgy áll, hogy vigyük el szakpolitikusainkat roadshow-ra, tehát volt nálunk most Katrány Ferenc, titkos szolgálati vezető, nagyon izgalmas előadást tartott, Rácz Andrást is háború kapcsán turnéztatjuk idézőjelbe. Én tartottam most a Tarsolynál egy Z-generációs kihívások című előadást, tehát hogy ezekkel szerintem be lehet vonni, utcai aktivizmus, oda kell menni olyan területekre, ahol így megfordulnak a fiatalok, és igenis beszélünk politikáról, mert ezek a közös ügyeink. Nyilván az önkormányzati politika az nehéz helyzetben van ilyen szempontból, mert nem úgy megyünk oda emberekhez, hogy mit gondolsz a helyi építési szabályzatról, melyik vonalon sűríteni a járatot, tehát az országos politikát ezt valahogy egy ilyen alapozónak kell használni, és akkor szépen lassan belemegyünk ebbe a nehezebben fogyasztható, de egyébként szép világba, ami az önkormányzatiság. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást.
Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Köztér Extrával természetesen várjuk majd önöket, hiszen folytatódik a képviselőtestület tagjait bemutató sorozatunk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.